magyar hangok. Szilágyi Csenge, Horváth Illés, Bence Ilona, Szacsvai László, Bozsó Péter, Bogdányi Titanilla, Besenci Árpád, Trokán Nóra, Szatori Dávid, Igó Éva, Farkasházi Réka, Tóth Enikő, Földes Eszter, Mészáros Béla, Tornyi Ildikó, Makrai Gábor, Barcs Kata, Csifó Dorina, Beregi Péter, Rubol Dödön, Tasnádi Bence, Rosta Sándor, Tímár Éva. Magyar szöveg Seres Bernadett és Szatmári Bence. Hangmérnök Nikodém Norbert. Vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Piszkos pénz, tiszta szerelem. Hagyja csak, anyuka! Megyek én! Szép napot, Elván nővérem. Ne haragudjon, hogy ilyenkor zavarom. Csak itt maradt még pár holmim, és azokat szeretném elvinni, ha szabad. Bejöhetek? Természetesen. Jöjjön be, szedje csak össze. Köszönöm. Higgy el, nem akartam visszajönni ide, de nem volt más választásom. Tudja, a földön alszom, a hideg kövön. Még takaróm sincs. Nem is baj. Nem akarok senki terhére lenni. Ne aggódj, majd Isten megsegít, Fatma nővérem. Ahogy látom, kicsattansz az egészségtől. Szépen újra lábra állsz, majd ne szomorkodj. Isten adja. Szerelmem. Ne haragudj, hogy késtem. Ugyan már, rád még várni is öröm. Mi a baj? Ideges vagy a vizsga miatt? Sokat tanultál, tudom, hogy sikerülni fog. Nem, fele ennyire se lennék ideges, ha csak a vizsgáról lenne szó. Akkor? Anya. De mindegy, inkább hagyjuk az egészet. Mi az, Demet? Mondd már el! Nem felejthetnénk el a témát, gyere! Demet, várj! Nem megyek, amíg nem mondod el. A gyűrű. Anya azt mondta, addig nem fogja engedni, hogy találkozzunk, amíg meg nem kéred tőle a kezem. Melike, gyere segíteni. Arda azt mondta, hogy hoznak valamit enni. Terítsük meg az asztalt, és csináljunk salátát. Meg egy kis ajrant is a gyerekeknek. Segítsünk készülődni. Rendben, anyuka. Benézek a konyhába. Ömer bácsi, miért ilyen szomorú mindenki? Anya hol van? Ő nem jön enni? Mindig melletted lesz. A nő azt mondta, hogy neki nincs Ipek nevű lánya, és rám csapta a telefont. El sem tudta mondani neki, hogy mi történt. Na és a bátyja? Úgy tudom, van egy bátyja. Az, aki tönkretette az életét. Kifejezte a részvétét, és letette a kagylót. Azt mondta, nem veszi magához a gyereket. És mi van Szerhát családjával? Ők sem jönnek el? Ők eltűntek. Egyiküket sem tudtuk utolérni. Mi lesz a gyerekkel? Thank you.
Fiam, hogyan látsz te ebből bármit is? Hol kezdődik a baba? Nem látod, nagyapó, hisz itt van. Nekem ez olyan, mintha egy kiívott kávéscsészébe néznék. De ez az én kávéscsészém. Ennyi volt, fiam. Véged van, az apaság nem könnyű. A világon semmi máshoz nem foghat. Igen. Gyorsan mondok egy imát, de nekem tetszik a gondolat. Ez a kis folt egyszer majd felnő, és nagyszerű ember lesz belőle, meglátod. Én leszek az apja, mindig vele leszek. Így van. Fiam, mondj hálát az égnek, hogy Nilüfer végül megbocsájtott neked. A szerelmed veled van. Az anyád is veled van. Apádról pedig rövid úton kiderült, hogy egy utolsó szemétláda. Isten adja, hogy ugyanilyen rövid úton meg is szabaduljunk tőle. Nézd csak rám. Oda van mindenem. Nem marad senkim. Ez igazi kín. Magányos vagyok. Mint egy karó a földben. Nagyon jól tudod, hogy miért. Mindenkinek fájdalmat okoztál. Viszont nézd csak meg Nilüfert. Engem a jósága, a szerelme mentett meg a magánytól, megbocsájtott. Soha többé nem fogok fájdalmat okozni neki. Úgy legyen, fiam. Úgy legyen. Legalább egyikünk győztesen jött ki ebből az egészből. Árda, hozzá sem nyúltál az ételhez. Áldás a kezeire el van, néni. De megyek. Legalább egy falatot egyél, hát ha kicsit megnyugszol. Jobb lesz, ha megyek. Árda. Árda, testvérem, jelentkezz. Teljesen megértem. Ipek a karjai közt halt meg. De testvérem, mit keresett ott? Miért ment oda? Ki ölhette meg? Elvileg valami nyomra bukkant. Nekem erről miért nem szólt senki? Azt mondta, ne mondjuk el senkinek, amíg nem biztos. De miért pont előlem akarta eltitkolni? Figyelj, ha csak miattam nem akarod elmondani, én úgyis indulni készültem. Részvétem, Tolga. Köszi, Elif. Én megyek. Szervusz, Lány. Szia, Elif. Elif, ne várj rám. Én még bemegyek kihallgatni Tejárt. Későn jövök. Lehet, Tolga, arra gondol, hogy Tejárnak köze volt Ipek halálához? Nem hinném, azt nem titkolná előlünk. Valami más lesz. Kiderítem és elmondom. Részvétem, Ömer. Ipek a gyerekkori barátod volt. Sok mindent átélt. De itt végre boldog volt. Figyelj, gondolkoztam. Miután beszéltem Pelinnel, eszembe jutott valami. Mi lenne, ha mi vigyáznánk Jagizra? Legalább addig, amíg nem találnak neki gyámot. Megkérdeztem Elván nénit, azt mondta, döntsük el. Mit mondasz? Nagyon jó ötlet volt, szerelmem. Jagiz, elviszlek hozzánk, gyere!
Jövünk. Elif, biztos vagy benne? Ha gondolod, mi szívesen hazavisszük a fiúkhoz. Minden rendben lesz. Ájsegül asszony, majd segít mindenben. Jól el leszünk. Hát, akkor mi rendet teszünk itt, aztán haza is megyünk. Isten áldjon téged, drága lányom. Isten legyen veletek. Na gyere, te kis fekete sas, gyere! Hoppá! Majd miután holnap felébredsz, ha gondolod, focizhatunk egyet, jó? Vigyázz a buksidra! Így né, hoppá! Elif, minden nap szerelmesebb vagyok beléd. Mindig meglepsz a jóságoddal. Na és mi volt az, társam? Mi volt az, amit nem akartál Elif előtt elmondani nekem? Ömer, nézd, nem akartam kellemetlenséget. El akartam mondani. De Arda lebeszélt róla. Épek Elif apjának a haláláról tudott meg valami újat? Részben igen. Épek úgy gondolta, hogy Tayar Dündárnak van egy bűntársa. Igen, Ahmed Denizer. Ezt bizonyítják a papírok, amiket Fati adott. Nem ő. Van egy másik bűntárs is. És mégis ki az? Nedret Kuloglu, Elif nagynénje. Mi? És ami a legdurvább, hogy Ipek biztos volt benne, hogy Ahmed Denizer meggyilkolása is Nedret ötlete volt. Be akarta bizonyítani. Tragikus, de a halálával bizonyította be a gyanúját, hiszen Nedret megölette, mikor utána nyomozott. Ipeknek végig igaza volt. Egy pillanat, azt akarod mondani, hogy Nedret volt az, aki megölte Ipeket? Sikerült kiderítenie, mi áll az iratokban, amikre felhívtam a figyelmet? Igen. Elég fontos iratok voltak. Tayar úr offshore számlái. Bizonyítékok az illegális tevékenységeiről. Az összes pénzmosási utasításáról. Azokról is, amelyeket a néhai bátyja intézett. Rólam volt valami? Nem, csak Ahmed Denizerről. Elég bizonyíték Tayar Dündár ellen. Engem nem érdekel, mit csinálnak vele. Tőlem meg is ölhetik. Csak az érdekel, hogy azok az iratok rám veszélyt jelentenek-e, vagy sem? Hogyha a szakértői véleményemre kíváncsi, nem kell aggódnia. Hisz, ha lenne a kezükben bármi bizonyíték ön ellen, akkor már rég letartóztatták volna. Ami pedig Tayar Dündár urat illeti. Ha elárulta volna, akkor is már rég itt lennének a rendőrök, hogy letartóztassák. Egy szóval tényleg nem kell aggódnia. Minden bizonyíték benne van, nyomozó. Rendben, hozd a fényképeket is. Nilüfer harmadik elrablója. Kórházban van még? A kihallgatóban van. Mondott valamit? Beismerte, hogy Tayarnak dolgozik? Nem. Azt mondta, nem ismeri. Miért nem lep meg, hogy ezt mondta? Azt mondta, azért rabolta el Nilüfert, mert szerelmes belé. Az újságban látta a képét. És amikor megtudta, hogy férnie van, féltékeny lett. Ezt a mesét találta ki. Hű, micsoda izgalmas történet. Testvérem, én megyek kihallgatni Tayart. Jössz velem? Nem, bátyám. Menj csak. Nem néz ki jól. Maradj vele. Thank you.
Jól vagy? A karjaimban halt meg. Bárcsak tehettem volna valamit, akkor még mindig élne. De nem tudtam mit tenni. Együtt nőttünk fel. Végre újra a húgommal lehettem. Erre örökre itt hagyott minket. Elment. Egyetlen szó nélkül. Tényleg... nem mondott semmit. Egy szót. Egy kívánságot. Teljesíthetnénk neki. Akkor biztosra tudnánk, hogy a barátunk békében tud nyugodni. Rossz állapotban volt, nem tudott beszélni. Csak megfogta a kezem és a hasára tette. Kérdeztem tőle, hogy akar-e mondani valamit, de nem. Ha akart is valamit, nem értettem meg. A hasára? De nem oda kapta a lövést, nem? Mondtam, hogy a nyakán sebezték meg. Jó, de akkor vajon miért mutatott a hasára? Meg tudod ismételni a mozdulatot, amit tett? Fogtam a kezét, ő meg szorosan magához húzta. És ide tette. Az utolsó lélegzetvételéig ott tartottam a kezemet. Árda, Ipek mondani akart valamit ezzel. De ha mondani is akart valamit, a hülye fejemmel nem értettem meg. Halló, ki végzi Ipek nyomozó boncolását? Remek. Látja, nem jött össze a terve. Nilüfer él is virul. Most hogyan tovább? Öné a döntés tájára. Ha jót akar, kezdjen el szépen beszélni. Tudja, enyhítő körülmény, ha a gyanúsított önként vallja be a bűneit. Parancsol, nem értem. Sajnos nem tudom, milyen bűnökről beszél, uram. Hogy miről beszélek? Például kezdhetjük Ahmet és Szibel meggyilkolásával. Te nyomozó úr, hiszen én soha életemben nem öltem meg senkit. Légynek sem tudnék ártani. Ugyanis szeretem a természetet és a benne élő összes teremtményt. Ezt mindenki tudja rólam. Hagyja a színjátékot. Alig egy órája mondta, hogy meg fogja öletni Nilüfert. Ennek rendkívül élénk a fantáziája, ömernyomozó, de mégis mikor mondtam én, hogy megöletek valakit, he? Azt a szegény lányt valaki elrabolta, a mi hős rendőreink pedig épségben visszahozták. Mi közöm van nekem ehhez? Elkaptuk az embereit. Miért mondja, hogy az embereim? Én nem ismerek ilyen embereket, és garantálom, hogy ők sem találkoztak még velem soha. Röviden, csak a rendőrség pénzét és idejét pazarolja azzal, hogy itt tart. Üljön csak le! Ezúttal nem sétálhat csak úgy ki innen, Tajár Dündár. Tudom. Hallottam, hogy a fiam átadott önnek néhány iratot mindenféle offshore számlákról és egyebekről. Az én karom hosszú, az eszem éles, a helyzetem pedig biztos. Én mindenről tudok. Minden a fülembe jut. Ezt még nem sikerült kideríteni, Ömer nyomozó? Üljön csak vissza!
Hogy megy, testvérem? A lehető legrosszabbul. Honnan tud a papírokról, amiket Fátitól kaptunk? Nincs őrizetben? Itt is vannak emberei? Mindenkinek ki dolgozik? Ki mindenkit fizetett le táján? Ki volt az a gerinctelen féreg? Nem tudom, testvérem. Akkor tudd meg, az a dolgunk, hogy megtudjuk a dolgokat. Rendben, doktor úr, értem, köszönöm. Mit mondott? Még semmit. Még tart a boncolás. De hallottad, mondtam neki, hogy mire figyeljen oda. Vajon miért mutatott a hasára? Mi lehet az összefüggés? Mondtam az orvosnak, hogy mit csinált. Azt mondta, majd figyel. De szerintem nem vette túl komolyan. Próbáltam úgy beszélni, mint aki most veszítette el a barátját. Ügyesen csináltad. Ha én össze is omlok, te helyettem is talpon tudsz maradni. Nem mutatod ki a fájdalmat. Miért kellett meghalnia Árda? Nem hiszem el, hogy mi történt. Nem lehet. Nyomozó, úgy érzem, a lehető legrosszabbkor hagytalak magadra. Szükséged van rám? Mint a vízre vagy a levegőre. Szükségem van rád, szinyorina. Igen? Nem tudtam, ráérsz-e, úgyhogy inkább bírtam. Nagy kár, imádom hallani a hangot. Hallom, hogy fáradt vagy. Nem fáradt, csak ideges. Még mindig nem hallottunk semmit. Akkor tényleg nem várlak meg. Megyek. Menj csak, szerelmem. Majd jövök. Szeretlek. Én is szeretlek. Megjöttél. Itt vagyok, szívem. Vége a kihallgatásnak. Bevallotta végre? Nem engedted el, ugye? Ugye nem sétált el büntetlenül? Vádat kell emelnünk, Ömer. El kell itt... Ott maradtam, amíg a bíró döntést hozott. Tájárt börtönbe vitték, és vádat emelnek ellene. Hisz ez nagyszerű hír. Az előbb szomorúnak tűntél, azt hittem rosszul végződött. Miért nem ezzel kezdted? Miért vagy szomorú? Mi történt?
Túlságosan előre hozták a tárgyalást. Még nincs elég bizonyítékunk ellene. Ne aggódj. Pár hónappal ezelőtt Tejár még teljesen legyőzhetetlennek tűnt. De nem adtad fel, és elkaptad. Már olyan sokszor volt sikered reménytelen helyzetben. Sikerülni fog. Úgy beszélsz hozzám, mint ha valami szörnyen fontos ember lennék. Számomra fontos vagy. Merre? Csinálok reggelit. Te addig pihenj csak szépen. Nem vagyok fáradt. Csak ugyan? Korog a hasam. Jól van. Hát akkor menjünk és csináljunk reggelit. Gyere csak. Gondolom nem kell mondanom a szabályokat. Magától értetődőek. Ha van fejlemény, azt az egyik őrtől fogja megtudni. Csak nem azt mondja nekem, hogy valami sorozatgyilkos cellatársa leszek? Arra tessék. Ez lesz az öné. Rendben van. Két személyes, de egyedül lesz itt. Az ügyész azt üzeni, hogy ne aggódjon. Ha szüksége van valamire, üzenjen a takaró alatti telefonon keresztül. Isten áldja, köszönöm. És én is itt leszek. A rendelkezésére állok, uram. Jó lesz itt magának. Köszönöm. Isten áldja. Viszont. Még ha jó lesz itt nekem, mintha a Buckingham palotába hozott volna, micsoda hely ez? Árda! 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 Nem akarunk pihenni egy kicsit? Nem hiszem, hogy tudnék. Attól nem lesz jobb, hogy itt ücsöröksz egymagadban. Muszáj lenne aludnunk egy kicsit. Az egész az én hibám volt. Miért nem maradtam mellette? Ha előbb odaértem volna, talán megmenthettük volna. Vagy ha legalább felhívtam volna telefonon, hogy hogy van. Hívtam volna mentőt. Árda, ezzel csak magadat teszed tönkre. Visszahozni nem fogod tudni. Figyelj, ha Ipek úgy érezte volna, hogy vészhelyzetben van, akkor felhívott volna, és hívott volna mentőt. Nem tudhatod. Amikor odaértem, már beszélni sem volt képes. Miattam maradt anya nélkül egy kisgyerek. Nem tudtam megakadályozni a bajt. Nem segítettem. Nem hallottad, mit mondott a gyámhatóság embere, amikor itt volt? Valószínűleg nevelőszülőkhöz fog kerülni. Árda, kérdezhetek valamit? Összeházasodunk? Csak
egy polgári szertartáson. Egyből megszervezhetnénk. Neveljük fel Miyagist együtt. Komolyan? Olyan lenne, mint egy unokaöcs. Csak ő maradt nekünk Ipekből. Nagyon szeretlek. Neked van a legnagyobb szíved az egész világon. A törvényszéki orvos. Pelin nyomozó. Jó napot, Orán Pelivan vagyok. Ipek asszony boncolása miatt hívom. Talált valamit, doktor úr? Ipek nyomozó gyomrában hajat találtunk. Ugyanúgy a körmei alatt is. Azonnal elküldjük DNS vizsgálatra, és kiderítjük, ugyanattól a szemétől származnak-e a minták. A haj biztos a gyilkosé, doktor úr. Ipek hagyta hátra bizonyítékként, hogy megtaláljuk az elkövetőt. Rendben. Rendben, köszönöm. Őszinte részvétem. Ne haragudj, Elif. Főztem volna teát, csak köszi. Nem volt rá időm. Nem baj, semmi gond. Köszi szépen. Jagiz nálatok van? Mit mondtak a gyámügyesek? Az esküvő után megkezdjük az örökbefogadást. Azt mondták, mindenben segíteni fognak. Bátyám, nagyon szép dolgot vállaltatok. Gratulálok nektek. Köszönjük. Elif, add azt a tárcát, beviszem. Nem kell, viszem én. Szóval hajat találtak a gyomorban és a köröm alatt, ami nem Ipeké. Biztos Pelinnek lesz igaza. A haj Nedredtől származik. Bátyám, Nedrednek nyoma veszett. Elifnek azt mondta, hogy gyógyfürdőbe ment. Nem veszi fel a telefont. Hogy szerzünk mintát? Már el van intézve, főnyomozó. Hogyan? Nekem miért nem szóltatok? Gondoltuk, te úgyis el vagy foglalva a tájár kihallgatásával, ezért elintéztük. Elif is tud róla? Nem. Már egy ideje nem járt a családi házukban, szerencsénk volt. Ashley is biztos segített volna, de inkább összebarátkoztam a szobalányukkal. Hülia segített nekem, odaadta Nedret fésűjét. Jól tetted, mert Ashley elmondta volna Elifnek. Biztos elkotyogta volna. De bátyám, miért kell eltitkolnunk Elif előtt? Mert a családjáról van szó, Arda. Ha tévedtünk is, mégsem Nedret áll a gyilkosság mögött. Csak összevesznének. Menjünk biztosra. Aztán elmondjuk neki. Na mi van? Még mindig a munkáról van szó? Nem, már témát váltottunk. Csak nosztalgiáztunk. Igaz? Gyere, Arda, induljunk haza. Nézzük meg Jagiszt. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a vendéglátást, Elif. Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy nem titkoltok-e megint valamit előlem? Nyomozó, részvétem. Társam, gondoltam segítek összepakolni Jagiz maradék holmiát, jössz? Van valami probléma? Szóljon csak, és egyből beszélek az igazgatóval. Jaj. Isten ments! Láttunk, milyen hajón intézkedik. Jól el vagyok itt, és nincs semmi probléma, ne aggódjon. Inkább azt mondja meg, mi újság odakint. Mi van Ömer nyomozóval? Úgy néz ki, a letartóztatása óta nem jutottak előrébb az ügyben. Mind Ömernek, mind a bűnügyi osztálynak csak a Fátitól kapott bizonyítékok állnak a rendelkezésükre.
Látom, a végére hagyta a legjobb hír, drága ügyvéd uram. Miért nem ezzel kezdte? Ez azt jelenti, hogy csak a gazdasági osztály tud ellenem vádat emelni pénzmosás ügyben. Na és mi hír a semmire kerül idősebbik fiamról? Sajnos nem jutunk Fati úr közelébe. Ömer nyomozó minden bevetett, hogy megvédjék. Megoldjuk, megoldjuk. Megoldjuk, ne aggódjon. Tájár Dündár kitörölte a lehetetlen szót a világ összeszótárából. Ezt is elintézzük. Elintézzük. El fogjuk intézni. Elintézzük. És csak ezt nekem találták ki, gyógyszerkereskedő. Én bármit el tudok adni. Jó hatása van rád az apaság. Csak egy valamit nem fogsz fel. Még nem vagy szabad ember. Még legalább 20 évet itt leszel. 20-at. Felejtsd el a gyógyszerbizniszt. Addigra lehet, hogy be is csődöl. Na, nem már. Miért vagy velem ilyen gonosz? Én végre tiszta lappal akarok kezdeni. Megváltoztam. Te tudod, fiam, de... Figyelj, abból a pénzből, amit még tájártól loptál, akár egy saját autókereskedést is nyithatsz. Tudod, mi lesz a pénzével? Az utolsó garasig jótékony célokra fogom költeni. Figyelj! Szerinted jó bróker lennék? Úristen! Azt nem tudom, de tudod, hogy mi állna jól igazán? Ha hentes lennél. Csak azért mondom, mert úgy tapasztaltam, hogy elég jó vagy mindenféle végtag levágásában, fiam. Nagypapa. Most mi a baj? Tudom én, fiam. Csak azért csináltad, mert muszáj volt. Vicceltem. Hé, tényleg csak vicceltem. Hüsszein Demir, látogatód van. Szép napot, uram. Az ügyvédem? Egy rokon. Istenem. Segíteni fogsz nekünk. Jaj, kölyök. Már most érzem, hogy amit mondani fogsz, nem csak engem, de téged is meg fog sebezni. Egy gyilkosról van szó. Aki szemreben és nélkül old ki emberi életeket. Tájár Dündár. Minden gyilkosságot ő adott parancsba. De hiába tudom, ha nincsen rá se tanunk, se bizonyítékom. Az élet már csak ilyen. Néha tudsz dolgokat, amiket nem mondhatsz ki. De aki is mondanád, nem hinnék el. Csak kinevetnének. Tárgyalása lesz. Azt akarom, hogy tanúskodj ellene. A pénzmosási ügyekben Ahmed Denizer neve is felmerült. Ha elmondasz mindent, amit tudsz, a bíró figyelembe fogja venni. Számíthatok rád.